Szeverényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola és Kollégiumban 5 osztály vett búcsút iskolájától múlt hét pénteken, és elköszöntek azoktól is, akik a szakképző osztályokban fejezték be tanulmányaikat. 2013-ban elkezdték tanulmányaitokat, mint az egyházmegye és a város legnagyobb iskola komplexuma, ha más nem is, azt talán mindenképpen elérte, hogy megtanultátok, hálás és szeretettel teli életet érdemes csak élni. Lehet, hogy a világ azt mondja, legyetek gonoszak, erőszakosak, de Krisztus azt mondja, legyetek jók, tökéletesek, mint a mennyei atyátok. Dr. Novák István főigazgató életvezető gondolatokkal emlékeztette a ballagó diákokat, hogy bármerre is sodorja őket az élet a középiskola után, a legfontosabb, hogy a követendő minta mindig Jézus Krisztus legyen előttük. Az itt maradó diákok nevében Csé Nagy Szilvia, 10. G-osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől. Hogy még maradtak, ki nem használt lehetőségek, hogy még szerezni kellene néhány gólt a testnevelés órákon, vagy begyűjteni jeles osztályzatokat a kedvenc tantárgyatokból. A végzős tanulmányaikat befejező diákok nevében Kovács Viktória búcsúzott. A 4 év alatt sok mindent tanultunk meg, nem csak a színusztételt, nem csak Adi szerelmi költészetét, vagy a második világháborút, hanem megtanultunk önállóbbak is lenni, hiszen most az út végén tartunk, és minden utat egy másik út követ. Viszont a következő utat már egyedül kell elkezdeni, hiszen a gimnáziumi évek alatt felnőtté váltak a tanulók. A ballagó Vitáris Ádám szintén megosztotta a végzős diáktársaihoz szánt gondolatait. Nehéz elbúcsúzni a sok együtt töltött perctől, és ahogyan az emlékektől és a kialakított barátságoktól is. A középiskola valaminek a kezdetét és valaminek a végét jelenti mindannyiunk számára. A búcsúbeszédek után az ünnepség legünnepélyesebb perceihez érkeztünk. Az intézményt elhagyó 12. osztályosok képviselői átadták az itt maradó 11-es diáktársaiknak az iskola zászlaját. Az itt töltött éveket figyelembe véve a legkiválóbb tanulókat könyvel és elismerő oklevéllel jutalmazták. Nagy Bálint, 12. A-osztályos tanuló, Liska Gyarka. 4 év során... Dr. Kis András, a Liska József Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Novák István főigazgató és Szabó László igazgató úr átadta a Liska Alapítványi díjakat az erre rászolgált ballagó diákoknak. A szózat felcsendülése után a ballagási ünnepség véget ért. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György szakgimnáziumából és szakközépiskolából 6 osztály búcsúzott május 5-én pénteken. Egy gimnáziumi és 5 szakmát tanuló osztály fejezte be tanulmányait. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. A szabadtéri színpadon megrendezett ballagási ünnepséget zenés irodalmi műsorral nyitották meg. Nézd vissza még, most vége. Ne bánt, minek a könyv, mosolyod add, és így köszönj. Várj rád majd egy újabb folytatás. A műsor után a ballagó diákok nevében Ruk Simonetta, 12. B-osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől. Most eljött a pillanat, mikor kilépjünk a nagybetűs életbe. Lezárul az életünkben egy fontos fejezet azért, hogy újat kezdhessünk. Ma utoljára szólított az iskola csengője, ma utoljára csukódott be mögöttünk a tanterem ajtaja. Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer véget ér a középiskola. A búcsúzás mindig nehéz, hiszen fájó momentum, mikor a megszokott közösségtől elköszönünk. Emelkedett pillanata volt az ünnepségnek, amikor az intézményt elhagyó végzős tanulók rábízták a Klapka zászlaját a 11. osztályosokra. Köszönöm.
Tamás Zoltán az iskola igazgatója gondolati útravalóval látta el a ballagók talisznyáit. Számtalan egyéni és közösen megélt élmény, az izgalommal szervezett és várt diáknapok, a különböző iskolai rendezvények, a mindennapok feladatai, nehézségei, a gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc, időnként gondok és nehézségek a tanulásban és az élet más területein. Igazi, egész életre szóló barátságok, kapcsolatok, mind-mind az itteni életetek természetes velejárói, elválaszthatatlan részei voltak, szorosan ide kötöttek benneteket. Ezek az emlékek, az itt megélt élmények kitörölhetetlen életkorszaka már a ballagóknak. A ballagás búcsú, visszatekintés, leltár, de egyben előretekintés is a célok felé. Az évek alatt még a most végző diákok is ebbe az iskolába jártak, sok minden változott. Az iskola neve, szerkezete, együtt élték meg tanáraikkal a közoktatás reformját, modernizációját, és minden búcsúzó beírta magát az iskola nagykönyvébe. Abba a könyvbe, amit az iskola 150 éves fennállása óta együtt írnak az iskola pedagógusai és diákjai. A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium működésének 100. évében a gimnázium történetének 6. ballagását tartották május 5-én. A diákok könnyes szemmel énekelve lépték át a nagybetűs élet kapuját, elköszönve tanáraiktól, tantermeiktől és egykori diáktársaiktól. Vártál, ébredtél, vártál rá, hogy felnőtt légy, felnőttél, más lettél. Minden álmod elmúlt rég. Ezekkel a sorokkal búcsúztak a ballagóktól az intézmény tanulói, majd Pomáz Imréné igazgató építő gondolatokkal és életvezető intelmekkel látta el a végzős diákokat. Tudjuk, azokra a diákokra, akikkel az érettségig eljutottunk, számíthatunk, hiszen olyanok, akik láthatták küzdelmeinket, megtapasztalhatták erényeinket, és ezek formálták őket érett ifjúvá. Bízunk abban, hogy sikerült megtanítanunk, megértetnünk a most ballagó diákokkal, hogy nemes célokért érdemes élni, és ha megszületik egy szép gondolat, és kitűzik az elérni kívánt jó célokat, akkor sikeresek lesznek a megvalósításban is. 4 év alatt a tanulók részeseivé, alkotóivá váltak az iskola gazdag művészeti, kulturális, sport és közösségi életének. Közülük, akik a 4 éves időszakban a legkiemelkedőbb eredményeket érték el, idén is díjakat vehettek át az intézmény vezetőjétől. Mostantól nem vesz körül benneteket iskolánk szeretete és tanáraink féltő tekintete. Nos, úgy látszik, ez az életrendje. E sorokkal búcsúzott el a végzősöktől Tukacs Vivien, 11. osztályos tanuló az iskola diákjainak nevében. Családias kis közösségünk, a diáknapok, sportversenyek, operakaland, terepgyakorlatok, kutatók éjszakája és a faktos órák alatt alakult ki. Látjátok, mennyi emlék köt ide benneteket? Elhiszitek, milyen nehéz az elválás? Mert nem csak az iskola köt össze minket, hanem az emlékek is. Végül a ballagó diákok vettek búcsút alma máterüktől, diáktársaiktól, felelevenítve, de nem feledve azt a sok szép emléket, ami az iskolához köti őket. Eddigi éveim alatt még soha nem tapasztaltam ilyen összetartást egy csoportban, hogy kimerünk állni a másikért, legyen az egy komolyabb vita, vagy akár egy matek javítás érdekében. Olyan kitartóan harcoltunk az első órák elmaradásáért, a dolgozatok elnapolásáért, és hogy az érdeklődést ezt kellőképpen éreztessük tanárainkkal, szinte észrevétlenül tudtuk teljesen az ellentétes irányba tolni az órának a témáját. Elhaladszott az utolsó csengőszó, és a diákok akarva akaratlanul, örömmel vagy szívszorongva, de búcsút intettek iskolájuknak. És akármilyen is volt az elmúlt 4 év, ezen a napon véget ért életük egy fejezete. Tovább lépnek és kamatoztatják mindazt, amit az iskolától kaptak, amit a pár év alatt tapasztaltak, hogy valóra váltsák álmaikat. Tavaly évben először csatlakozott a Nagy Boldogasszony kétanyelvű katolikus gimnázium a végzős diákokat ballagtató iskolákhoz.
Akkor 12 diák vett búcsút szeretett iskolájától, idén az intézményben már 20 tanuló lépte át a felnőtté válás küszöbét, őket búcsúztatták május 5-én. A mai napon kezdődik el az életem, mert ma a világ egyik polgára lettem. Ma lettem felnőtt, mától másnak is számadással tartozom, nem csak magamnak és szüleimnek. Az ünnepség résztvevői dr. Novák István főigazgató köszöntötte, aki búcsúztató beszédében felidézte, mekkora felelősséggel is jár a felnőtté válás, és milyen segítséget nyújt az iskola az útkeresésben. 18 éves lettem, érettségizett fiatallá válni nem kis dolog. Kiléptetek a jegyek világából, és beléptek a percenként értékelő világba. Örömöd legyen ragyogó, mint a reggel, bánatot pedig csupán csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Ezzel az égi áldással búcsúztatta a végzős diákokat Novák István főigazgató, majd személyesen adta át a tanulmányi díjakat az arra a legrátermettebb tanulóknak. A ballagú diákok nevében Muhari Fruzsina és Urbán Rihárd köszönt el az Alma Mátertől. A kívánságuk az volt, hogy legyen hosszabb az adott pillanat, mert jó volt újra elmerülni azokban az élményekben, amelyek hangulatát nem csak azok a helyszínek árasztják magukból, amelyeket végigjártak, hanem azoknak az embereknek a szeretetteljes lénye is, akik ezeken a helyszíneken tanárként, barátként és sorstársként álltak mellett. Nehéz most itt állni és azon igyekezni, hogy mindenki nevében elbúcsúzzunk. Azt hiszem, ez lehetetlen feladat, hiszen mindnyájunknak mást jelentett az itt, a nagyboldogasszony iskolában eltöltött időszak. Néhányunknak egy másik, az általános iskolától teljesen különböző, idegen közeget, ahol 4, 3 vagy 1 évet töltött el. Néhányunk kezét viszont egész gyermekkorunkon keresztül fogta ez az iskola. Lefelejtek az utolsó könnyen, elfelejtek, hogy van egy álmunk. A ballagú diákok a Valami Amerika egyik betétdalával búcsúztak a tanári kartól és diáktársaiktól, megköszönve a sok szép élményt és gondoskodást, amit a 4 év alatt kaptak. Majd folytatva a hagyományt, feltűzték az iskola zászlójára osztályuk díszszalagját. A díszszalagot, mely emléket állít 20 diáknak, tetteiknek és eredményeiknek. A végzős diákok számára életük egy fontos fejezete zárult le, s egyben megnyílt előttük a világ hatalmas óceánja is. Ettől a pillanattól rajtuk múlik, milyen irányba hajóznak rajta a megszerzett tudás mellett. Haladnék, de érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út, hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már, nem köt ide csak a múlt. A 250 éves tradícióhoz hű lokálpatrióta lehevezér gimiből múlt szombaton délelőtt ballagtak el a végzős diákok, a szépen díszített folyosókat elhagyva át a város központján lassan és nehéz szívvel érkezett a tömeg az ünnepség helyszínére, amit hagyományosan a Jászberényi szabadtéri színpadon tartottak. Balázs Árpád Bodzavirág című művét a 11. évfolyam idéglenes kórusának előadásában hallhattuk, majd zenei analógia szőtte át a ballagók nevében Mócó Árpád búcsúzóját is. A 250 éves gimnáziumot egy évszázados hegedűhöz hasonlította, melynek ezer meg ezer tónusa a sok-sok generáció diákja. Évszázadokon át, most pontosan 250 éve számos egyéniség, legyen ez tanuló vagy tanár, részesülhetett hangképzésében, elbarangolhatott a hangok mélyebb tónusaiban. Szerencsére még ma is létezik ez a hangszer. Épp most is itt van velünk. De tudhatjuk, egy fadarab, egy cselekvőképtelen test semmit sem ér önmagában. Mi emberek kellünk hozzá,
hogy a megfelelő hangot tudjuk kicsalni belőle. Az alma matert elhagyó diákok utolsó intelmeit követően a tradíciók folytatásaként az iskola zászlajának és jelképének átadása következett. A zászlóra idén is felkerült a végzős évfolyam díszszalagja, mely itt marad emléket állítva a tovább lépő évfolyamok tetteinek és eredményeinek. Ne féljetek! Lépjetek át a kapun nyugodtan! Nézzetek csak vissza egy kicsit! Az ajtó nem záródott be, és nem is fog. Akármelyik utat járhatjátok, akármilyen messzire mehettek, sosem fog bezáródni. Hagyó Sára a 11. ás tanulók gondolataival osztálytársa Pataki Ádám búcsúzott a ballagóktól. Intrepide et sapienter, rendíthetetlenül is bölcsen. Majd Antics István igazgató mondott beszédet az iskola 250. ballagási ünnepségén, melyen a diákoknak szánt útravaló mellett a jubileumi gondolatokon volt a nyomaték. Tehetség, munka, minőség, szolgálat. A legfontosabb feladata az volt, hogy a tehetséges diákokat bevonza az intézmény sárga falai közé, hogy szorgalmas munkával segítse megvalósítani céljaikat, amelyek közül ma is kiemelkedik a műveltség és a felsőoktatás. És ezt úgy valósította meg, hogy közben mindig szolgálta a Jászberény, a Jászság közösségét. Hisz a Lehel Vezér Gimnázium mindig is ennek a közösségnek az intézménye volt, és az is marad. Az igazgató kiemelte, hogy ebben az intézményben jó eséllyel sikerült megszerezni az érettséghez szükséges IQ-t és EQ-t. Ezek az alapkompetenciák segítenek ma eligazodni a jelen kusza világában. Az osztályok igazgatói méltatása és a tankerület kiváló tanulói címeinek kiosztása után a ballagók szabaddá engedték közös emlékeiket, jelképezve az itt eltöltött 4 esztendő végét. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. Május 6-án szombaton 4 osztály 94 diákja várakozott izgatottan a termekben, hogy a közismert ballagási dallamokra elballakasson középiskolájából, a Terplán Zénó Ferences szakközépiskola és gimnáziumból. Ünnepez. Ünnep a diákoknak, ünnep a családjaiknak, és ünnep az iskolának, hogy újabb fiatal felnőtt évfolyamot sikerült kinevelni. Így kezdte búcsúztató gondolatait Molnárné Somogyi Margit intézményvezető a Nagyboldogasszony főtemplomban. Ma a történelem ritmusa olyan, hogy hiba lenne túlságosan előre tervezni, ma a főerény a rugalmasság. Ezért azt gondolom, hogy iskolának is rugalmasnak kell lennie, így nem csak egy szakmára, foglalkozásra kell felkészíteni a fiatalokat, hanem arra, hogy kifejlődjön bennük a rugalmasságra, kreativitásra, találékonyságra, alkalmazkodásra való képességük is, hogy eléjük kerülő folyton új helyzeteket meg tudják oldani. Ebben a folyton áramló mozgékony világban az alkalmazkodók tudnak érvényesülni, azok, akik nyitott szívvel és nyitott elmével tekintenek a jövő felé a búcsúzás perceiben is. Mondom nektek, mi mindig búcsúzunk. Az égtől reggel, a naptól este. A színektől, a szürke borba lente. A csöndtől, mikor hangzavarta fel. A hangtól, a 11. évfolyamos osztályok nevében Kormos Laura, 11. A-osztályos tanuló köszönt el a végzős diákoktól. Próbáljátok az elvállási oldalához nem előtt tartani. Várjátok az élet. Olyan úgy tanítottatok el, amit szerettek. Hiszen ti választottátok. Ez a sok-sok ember, aki most körülöttetek áll. Szüleitek, rokonaitok, tanáraitok, ismerőseitek. Mind segítettek, segítenek és segíteni fognak céljaitok elérésében. A ballagók képviseletében Rajna István 13. ennyiosztályos tanuló mondta el búcsú beszédét, mellyel a végzősök elköszönnek az iskolától. Most éljünk a pillanatnak, és legyünk büszkék. Legyünk büszkék arra, hogy itt vagyunk, és arra, hogy az évek során bármilyen nehézségek is köztünk, mindig sikerült felülkerekednünk rajta. Emlékezzünk vissza a szép pillanatokra,
a nevetéssel eltöltött percekre, a vidám tanórákra, és zárjuk ezeket örökre szívünkbe. Ez alatt a 4, illetve 5 év alatt olyan barátságok és szerelmek kötődtek, amelyek talán egy életen át elkísérnek majd bennünket. A beszédben nem csak szavakkal iktatták be a köszönetet a ballagók, ajándékaikat kedves iskolájuk vezetői és pedagógusai is megkapták. Ígérjük, hogy méltó hordozói leszünk a zászlónak. Az elballagó diákok hátrahagyott feladata az iskola zászlajának és jelképének tovább örökítése. Így a végzősök átadták búcsúztató társaiknak a jelképes stafétát. Hagyományá vált, hogy minden évben a ballagás alkalmával nyújtják át a Terplán díjat, melyet a végzős diákok közül az kaphat meg, aki tanulmányi eredményei mellett a közösségért végzett tevékenységével, illetve az iskola jó hírének öregbítésével a legérdemesebb rá. Az elismerést és a vele járó plakettet idén Sas Zoltán, a tehetséges versmondó vehette át.